Az idei rendezvényre már hetek óta lázasan folyt a készülődés. A kulturális seregszemlén, ahogy az intézményben többen nevezik a Dorottya napot, az iskola tehetséges diákjai léptek színpadra. Van nekünk egy színjátszó szakkörünk, ami fél éve működik, és van egy táncművészeti tagozatunk, ami ugye abból a szempontból előny, hogy amikor így ilyen iskolai rendezvényt szervezünk és műsorra készülünk, akkor összedobjuk ezeket a kis iskolában működő művészeti csoportokat, és együtt próbálunk meg egy komplett előadást megcsinálni. Ebbe bevonjuk a zenészeket és a képzősöket is rendszerint. Ugye ők csinálták a díszletet most a színpadra, hallhattunk élő zenét, amire a táncosok táncoltak, és a színjátszósok szolgáltatták ugye a szöveget, illetve énekeltek. Tehát ez egy ilyen kis komplett műsor. Idén a színjátszó csoport egy történelem óra keretein belül mutatta be Kanizsai Dorottyát az iskola tanulóinak és tanárainak. Eltemettette a mohácsi csata halottait, és sokat imádkozott értük. Az egyházat is adományokkal látta el. Így van, tehát ezek alapján milyen jelzővel tudnánk még illetni Kanizsai Dorottyát? Vallásos. Vallásos, így van, gyere ki. Tedd fel a táblára. Egy történelemórát adtunk elő a színpadon, és ezen a történelemórán tanultunk Kanizsai Dorottyáról. Így próbáltuk meg közelebb hozni az itt lévő néző gyerekekhez Kanizsai Dorottyát. Tehát, hogy otthonos környezetben egy történelemóra keretein belül tanuljanak Kanizsai Dorottyáról. Sokat beszéltünk róla, elmondtuk, hogy milyen sorsa volt, hogy nagyon hányatatott sorsú, nagyon sok kudarc és csapás érte őt. Én úgy gondolom, hogy nagyon érthetően adtuk elő, tehát a Henny nagyon érthetően tervezte meg ezt az egészet, úgyhogy a gyerekek számára talán most már nyilvánvalóvá vált, hogy ki is volt Kanizsai Dorottya, a saját iskolájuk névadója. Korabeli táncot láthattatok, hát egy reneszánsz táncot táncoltunk, hogy Kanizsai Dorottya hogy éli napjait a mohácsi vész előtt a palotájában, hogy az udvarhölgyeivel táncol és jól érezni magát. Hát nagyon jó érzés volt, kicsit büszke voltam, hogy én kaptam meg ezt a szerepet, hogy én lehettem ő, hogy egy kicsit fölhúzhattam az ő jelmezét. Régen is táncoltam, még tavaly is, és másodikos korom óta táncolok, és mindig szerepeltünk a Dorottya napot. Jók szoktak lenni, és idén azzal készültünk, hogy ugye az osztályteremben a diákoknak beszél a tanár a mohácsi vészről, és mi meg hozzáadtunk ezzel is valamit. Az, hogy bemutattuk a tánccal a Dorottyának az udvarát, és a végén az, hogy ez a tánc egy milyen szomorú nap volt, azt akartuk vele érzékeltetni. Az ünnepi hangulatot a bátaszéki mazsolett csoport bemutatója is emelte, akik, mint más rendezvényeken, itt is különleges koreográfiáikkal lepték meg a közönséget. Idén a közönség a zászlóforgatókkal, a Citera zenekarral és a Fúvó zenekarral is együtt ünnepelhette a jeles napot, ami idén is igazán szórakoztatóra és hangulatosra sikerült.